A Kiberma mai adásában Molnár Gáborral, Magyarország egyik legjobb FIFA e-sport játékosával beszélgettünk arról, hogy hazánkban is elindult a sportfogadás lehetősége e-sport összecsapásokra is. Mennyiben változtatja meg ez az e-sportot és a játékosok hozzáállását? Hogyan kell ezt elképzelni a gyakorlatban, milyen versenyekre fogadhatunk? Amennyiben saját kertet akarunk otthon létrehozni, elkerülhetetlen, hogy szép lassan egyre jobban érdeklődni kezdjünk a növények iránt. Ha pedig meglátunk valahol valami különlegeset, és azonnal tudni akarjuk, milyen virág is az, eddig legfeljebb lefotózhattuk és megpróbálhattuk kikeresni a kép alapján. Ma viszont talán már senki sem lepődik meg azon, hogy növénybeazonosító applikáció is létezik. Dóri és Endre egy arborétumban próbálta ki, hogy mennyire pontosan működik a program. Végül kipróbáltuk a Marvel Avengers, vagyis a bosszúállók csapatának végre valahára megjelent grandiózusnak szánt játékát. Fel tudott-e nőni a Crystal Dynamics fejlesztő csapata ehhez a hatalmas elváráshoz? Endre, te mindig valami különleges helyre hívsz el engem. Múltkor voltunk a Népligetben, ahol gyönyörű fákat nézhettünk meg. Köszönöm szépen, nagyon jól éreztem magam. Igen. Életem 2 órája volt, az biztos. Kiadhatnék egy könyvet, hogy hogyan lehet ingyen jó szórakozni. Hát a Népliget. A lehetőségek végtelenek. Na de, itt most mi azért jöttünk ki, hogy azt tanulmányozzuk, hogy vannak olyan applikációk, képzeld el, amik felismerik azt, hogy milyen növényre mutat rá a kamera. Jaj, de jó! Istenem! Végre vannak ilyen applikációk! De most unalmas óráimat most már tudom, hogy hogyan tudom majd eltölteni. De most egy picit gúnyolozz, de egyébként szerintem ez tök hasznos lehet. Tehát ha valaki mondjuk kertész, és tegyük fel, hogy egy vásáron mondjuk azt akarja megtudni, hogy ugye az tényleg egy olyan növény, amit mondjuk ő telepíteni akar, vagy adott esetben ez nem csak ilyen virágokra jó, mert nyilván ez a látványos, hogy itt a rózsákat nézegetjük, de ott esetben ez működhet akár szerintem ilyen hasznos növényekkel is, amikor egy kertrendezésről van szó. És hogy nézzünk körbe, egy arborétumban vagyunk, és egyik legjobb hely arra, hogy megnézzük az applikáció, tényleg felismeri a virágokat, vagy nem. Melyik növényel kezdjük akkor a tanulmányozást? A pirossal. Pirossal? Jó van, az agár jó feltűnő, és akkor jól látjuk, hogy sikerült, akkor lefotóztam, most egy kis töltögetés, ugye net kapcsolat szükséges, és meg is van Scarlet Sage, hát ugye nyilván annyi évben benne van, hogy nem biztos, hogy tudjuk az angol neveket. De hát az egy pillanat, hogy átmásoljuk és megnézzük. Igen, de látszik ugye az ilyen különböző hasonlító képeken, hogy ez az tényleg, szóval valószínűleg eltalálta. És ugye itt az ebben a nagyon jó, hogy egyrészt ugye itt vannak latin nevek, és akkor lehet mindenféle dolgokat tanulni, aki ez érdekel. De ami a legérdekesebb benne, hogy azt is meg tudjuk nézni, hogy körülbelül mekkora lehet a növény, illetve azt, hogy mi kell neki. Tehát itt van a vízigénye, különböző, még a visszavágás, a trimmelés is itt van, stb. Nekem például lehet, hogy előbb itt vicceskedtem, hogy jaj, egy olyan applikáció, amivel növényeket tudunk megfigyelni. Így most, hogy megmutattad, nekem azért tetszik, mert én pont kertrendezés előtt vagyok. Én jövő tavasszal fogok, hát bízom abban, hogy lesz egy szép kertem, és pont erre voltam kíváncsi, például itt most kinézek egy szép növényt, ami nekem tetszik, el tudom képzelni a saját kertembe, lefotózzuk, és akkor kiírja-e azt, hogy hol kell ültetni, milyen földbe, mennyi vízigény, milyen így van, stb. És teljesen jó, mert hát itt van minden. És akár egy erkélynek is az dísze lehet, vagy akár ilyen ablakok között is lehet, ha jól látom, úgyhogy itt mindent meg lehet tényleg tudni arról, hogyha ez megtetszett, akkor tudod, hogy ezt tudod használni akárhol. Jó, nézzünk tovább, hogy mi tetszik még meg. Előbb én választottam virágot, most akkor rajtad a sor. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, igyekszem megfelelni. Én ezt a sárgát néztem ki, mert olyan, mintha ilyen láng lenne, vagy nem tudom, lehet, csak én látom ezt belőle, mit szólsz hozzá egyébként? Szép nagyon. Jó, akkor nézzük, hogy... Kicsit ilyen életlen fotókat készítesz, Endre. Ó, köszönöm szépen. Ez érdekes, mert szerintem jót talált, csak úgy látszik, hogy ez több színben is megtalálható, akkor látod, mert amúgy a külső formában... De hát itt látszik is, nézd! Tényleg, ez ugyanolyan, igen. Na így van, nekünk az applikáció ezt a piros képet hozta ki, de látszik a levelek, hogy ez ugyanaz. Itt ugye el lehet olvasni azt, hogy ez egész sztoriát, hogy honnan ered a neve, érdekes tények, hogy például ugye nyártól őszig, illetve őszig virágzik, igen, és hát ő szereti a forró nyarakat. Az applikációnk van egy olyan része, hogy diagnózis,
ami gondolom azt jelenti, hogy ha kicsit beteg a növényünk, akkor ő megállapítja, hogy mi lehet a baja és mire van szükség. Na, nagyon kíváncsi vagyok, mert ugye gondolom ezer baja lehet egy növénynek úgy, mint egy embernek, tehát nagyon kíváncsi vagyok. És ha jól látom, itt három dolgot kell csinálni, hogy az egész növényről kell egy fotót, akkor próbálj meg csinálni egy olyat, amiben nem lóg be a többi dolog, hogy igen, ne zavarjuk meg szegényt. Igen, és akkor most pedig a beteg részről, és akkor kinéztük ezt a kicsit fonnyat levelet, hát most, hogy ez vajon az most tényleg betege, vagy csak elfonnyat. Igen. És szerintem már lehet, de igen, csinálj még egyet. Kicsit közelebbit, és akkor... Próbáld meg, ott egy kis méhecske is. Hát nagyon kíváncsi vagyok, mert ez egy nagy segítség lehet ugye egy háziasszonynak, mondjuk, hogyha otthon ugye nem tudja, hogy mi a baj a növénnyel. Na nézzük meg, diagnózing. És azt írja, hogy úgy tűnik, hogy sárgás, és ki van száradva a levelünk, úgyhogy egy kicsi időre van, egy kis időt igényelne az, hogy ápoljuk a növényt, és hogy mindennapos igénye van a növénynek, arra, hogy foglalkozzunk vele, itt nagyjából ezt írja. Úgyhogy hát ez egy jó hír végül is, mert ez azt jelenti, hogy nincs betegség ugye a virágágyásban, hanem csak egy picit kiszállt a növényke. Én viszont még arra vagyok kíváncsi, hogy én ott láttam rózsákat, és mint tudjuk, a rózsákból azért több száz vagy több ezer féle is van, és arra vagyok kíváncsi, hogy felismeri-e a különbséget, vagy csak azt írja ki, hogy rózsa, rózsa. Akkor a 2020-as nagy rózsateszt indul. Ez egy kicsit különlegesebb rózsa, nem a tipikus kinézetű, ugye, ha jól látom, igen, nem? Ez egy picit olyan kisebb a feje, vagy minek hívják ezt? Ebben látszik, hogy miért értek a növényekhez, kisebb a feje. Igen. Jó, de várjál, akkor most erre mit ír? Francia rózsa. Na, akkor ez már is egy különbség, mert ugye nem csak azt írják, hogy rózsa, hanem hogy ez egy különleges francia rózsa ezek szerint. Itt nyilván el lehet megint olvasni mindenféle érdekes dolgot. Igen. Na, menjünk át a tipikusabb rózsához, és nézzük meg, hogy ahhoz mit ír. Mellé is állhat szemre, hogy még jobb legyen a kép. Jaj, sajnos nem férsz be. Pedig engem is felismert volna, és azt mondtam, a legszebb rózsa. A legszebb magyar rózsa. Igen. Ez pedig egy kínai rózsa. Na, akkor ez se sima ezek szerint. Tehát, nem. Vagy lehet, hogy a sima rózsa az a kínai rózsa, én nem is tudom, tehát ennyit értek a növényekhez. De legalább ma is tanultunk valamit, nem? Elmondhatjuk már is. Igen. Figyelj, most már mész randevúr. Jaj, bogár. Bocsánat. Engem mindig megtámadnak a bogarak. Sétálgattuk a lányal, és jaj, nézz oda, hát ez egy kínai rózsa. De várj, mutatok még szebben. Egy franciát. Egy francia rózsa. Egyébként nevetni fogsz a francia, tényleg nagyon tetszik. Nekem is. Tehát, hogyha most kicsit elszakadnék a tipikus rózsától, és azt mondom, hogy rózsát akarod, de nem ugyanazt, akkor ez a francia, nekem ez nagyon bejött, úgyhogy... Szép. Francia rózsa. Franciát mindenkinek. Elhozom egy ilyen különleges helyre, olyan fantasztikus növények vannak, amiket nem is láttunk soha, csak tévében, meg afrikai, meg ázsiai, meg nem tudom mi, és megálltunk itt. Kérlek szépen, mit akarsz megnézni? Egy gyomnövényt, mert én most elkezdtem kertészkedni otthon, és már méterekről kiszagolom, ami gyom, és ilyeneket például előző hétvégén körülbelül százasával téptem ki a kertembe. Na. És én tudom, hogy ez gyom. Na, kíváncsi vagyok, hogy mit ír. Kíváncsi vagyok, hogy az applikáció mit ír. De hozzáteszem, hogy valószínűleg a gyomnövénynek is van valami latin neve, vagy valami, nem? Tehát elképzelhető, hogy te gyomnak hívod, de valójában azért az valami. Vagy ki írna ilyen, hogy figyelem. Pamplon. Igen, na kérek szépen, Red Root Amaranth. Hát szerinted az? Tehát a képek alapján ez az? Na, ez például itt mi? Az, hogy ez egy kérdés, hogy ugye mérgező-e esetleg ez, akkor lehet, hogy tényleg nem csak gyom, hanem még mérgező is. Látod? Crazy. Igen, igen. Azt van beírva, hogy őrülten nő. Hát, nem mondom, hogy rólad van szó. És hát ő mínusz 29 fokig elél, hát az a gyom. Jég hátán is, ahogy így van. Gyakorlatilag ezt szokták mondani. Jó, hát igazából ennyi, úgyhogy igazad volt, ez valószínűleg nem egy kedvelt cucc. Találtunk egy nagyon érdekes növényt, amit szerintem te sem láttál még ilyet. Nem, legalábbis egy nagyon különleges kinézete van, tehát ez tényleg egy eltérő valami, ezt nem lehet összetéveszteni mondjuk egy másik rózsával, ugye, mint az előbb. És ennek elvileg az a magyar nem, hogy légző gyökerek, vagyis Taxodium disticum, elnézést, hogyha a latin szavakat nem jól ejtem ki. Úgyhogy nézzük meg, hogy ha ezt is felismeri, akkor azt hiszem, hogy igazán nem lehet okunk panaszt, hogy kacsa is beúszott a képbe. És kacsa is benne lesz a képbe, ezért lehet... Tudod mit? Nézzük meg, hogy a kacsa megzavarja a szoftvert. Nézzük meg. Ugye történik a szokásos. És kérlek szépen ez teli találat, ugyanis
itt van alul. Botanical Name, Taxidium Distichum, és akkor látjuk is itt a különböző mások által készített fotókon, hogy igen, hogy itt van egy fa, és akkor azok légző gyökerek, ezek körbeveszik, mert hát ahogy a neve mondja, ugye ezeken keresztül jut több levegőhöz. És még az az érdekessége, hogy ez a mamutfenyőnek egy rokona. Neked mi a véleményed amúgy erről az applikációról? Szerintem tök jó. Azt nyilván az egy hosszabb tesztet igényelne, és nem is mi vagyunk erre megfelelőek, hogy azt, ahogy megtudjuk, hogy jók-e a diagnosztikai részei. Azt gondolom, hogy érdemes talán leszedned, majd megmondom a nevét, és akkor föl tud magadnak telepíteni. Igen, én is az elején egy kicsit ilyen bugyutának gondoltam ezt az alkalmazást, de belejöttünk a végére, azért most is tanultunk, meg hát egy nagyon szép környezetben andaloghattam veled, Endre. Köszönöm. Mindig ez a célom. Én mindig úgy szoktam fogalmazni magamnak, hogy az e-sport az tulajdonképpen versenyszerű videójátékozás. Ugye a gyerek is azt hiszi, hogy versenyszerűen videójátékozunk otthon, amikor FIFA-ba PP-ver, de ennél már sokkal komolyabb a helyzet. Tehát ma az e-sport eljutott oda, hogy sztárjai vannak, profi csapatai vannak, ugye általában csapatok, bizonyos játékok esetében ugye e-sportolók küzdenek egymással szemben. Vannak olyan részei a világnak, ahol az e-sportoló már akkora népszerűségnek örved, mint egy hagyományos sportoló. Azt gondolom, hogy nem is hittük volna azt fél évvel ezelőtt, hogy Magyarországon hivatalosan is tudunk majd e-sport mérkőzésekre fogadni, pedig ez most megtörtént, és erről a témáról beszélgetek Molnár Gabóval, az ország talán legjobb FIFA játékosával, aki a 2019-2020-as e-sport magyar bajnokságot veretlenül nyerte meg, egyébként meg idén a világ ranglistán a top 10-be is bekerült. Szevasz, Gabó! Szia, Csiti! Ugyan nagyon kevés profi magyar e-sportoló van, úgy globális mindenféle játékot nézünk, nem feltétlenül csak a FIFA-t. Mit jelent pontosan az, hogy profi e-sportoló valaki? Én azt mondanám, hogy profi e-sportoló az, aki főállásban tud a játékkal foglalkozni, minden idejét úgymond a játéknak tudja szentelni, és tényleg az az elsődleges célja a jelenlegi karrier szakaszában, hogy az e-sportban minden sikeresebb legyen. Két nagy válfaját lehet megkülönböztetni az én székemből nézve. Az egyik, ami egy kicsit közelebb áll hozzám, ezek a úgynevezett sportszimulátoros játékok. Ezek közül talán ugye a FIFA az, ami a legnépszerűbb és legismertebb itt nálunk is. És van a másik kategória, én ezt mindig hagyományos e-sportoknak hívom, ugye ezek a verekedős, lövöldözős, ilyen multiplayeres, ilyen MOBA típusú játékok, de ide tartozik ugye a stratégiai játékok, a kártyajáték, és még akár a Rocket League is. Nagyjából most mi úgy látjuk, hogy ezek azok a játékok, amiket mi e-sportként hívhatunk. Sikerek tekintetében és e-sportolók, profi e-sportolók számának tekintetében, hogy látod, mi lehet ezzel kapcsolatban a jövő, milyen lendületet adhat ez a lépés? De azt veszem észre, hogy a fiatalok között már egyre többen elgondolkodnak e-sport karrieren, és kezdik már tudatosan az e-sport felé fókuszálni az életüket. Nyilván ezt majd a jövő dönti el, hogy mennyire lesznek sikeresek, de amikor én még fiatalabb voltam, bezzeg az én időmben, akkor még nem voltak ilyen lehetőségek, hogy akár egy akadémia, akár egy klubcsapat, vagy akár bármilyen e-sport szervezetnek a tagja lehessek, hanem tényleg önállóan kellett úgymond ezt az egészet felépítenem. De mi azt látjuk, hogy eleve van egy természetes növekedési ütem az e-sportba. Én nyilván elsősorban az e-sport fogadási piacot monitorozom folyamatosan, és idén ugye az ismert járványhelyzetnek köszönhetően kapott még egy nagy lökést ez az iparág, úgyhogy nagyjából mi úgy látjuk, hogy a globális e-sport fogadás világa 2020-ban az előző évinek a duplája tud lenni. A banditól kezdve a sumo, az MMA, szinte mindenre lehet fogadni, és olyan időszakokban, amikor nagy VB, EB vagy akár nyári olimpia zajlik, akkor olyan magyar specifikus sportokra is lehet nálunk fogadni, mint például a kajakkenu, a vívás, az öttusa, tehát már több mint 50 sportágra lehet fogadni. De valóban én is úgy érzem, hogy az e-sport az egy mérföldkőt jelent,
éppen amiatt is, hogy mennyi játékról tudunk beszélni, ezeknek a körét folyamatosan tudjuk majd bővíteni. Én azt gondolom, hogy ez a fogadások erősödését fogja előrevetíteni. Én rengeteg párhuzamot vélek felfedezni a klasszikus sportok és az e-sportok között, hiszen az e-sportban is megfigyelhető hazai bajnokság, nemzetközi bajnokság, különböző válogatott mérkőzések is szoktak lenni, úgyhogy tényleg folyamatosan fejlődik az iparág, és nem ritka már egy olyan verseny, aminek az összdíjazása már hasonlít egy akár egy wimbledoni tenisztornához, vagy különböző világbajnoki díjakhoz, mert a prize pool, ugye az össznyeremény, az e-sportban is már egyre nagyobb, annak köszönhetően, hogy egyre több szponzor és egyre több vállalat már támogatja az eseményeket. Úgyhogy azt gondolom, hogy nagy fejlődésen fog keresztül menni az e-sport, és ideig is nagy fejlődésen ment keresztül. És gondolom ugyanúgy ott fognak állni mögöttetek is, mint ahogy mondjuk egy futballmérkőzésen ott van a játékvezető, ugyanúgy ott áll mondjuk mögöttetek egy bíró, mondjuk egy nagy eseményen, ami megint csak biztosítékul szolgálhat mondjuk a 18 év feletti sportfogadóknak, hogy az a mérkőzés az úgy fog lezajlani, ahogy éppen te aznap a tudásod legjavát tudod kiadni. Így van, ez a bíró szerepkör, ez a sportfogadás előtt is már jelen volt, úgyhogy úgy gondolom, hogy ezután is minden mérkőzésen a maximálisra fogok törni én is, és szerintem az ellenfeleim is, hiszen itt mindenki minél magasabbra akar törni az e-sport karrier szempontjából. People with power punching down. The Avengers weren't like that. Maybe I'm finally part of something. Lassan már közhelye, amikor úgy kezdek egy videótesztet, hogy nagyon vártam az aktuális játékot, de az Avengers esetén tényleg elmondható, hiszen az egész játékiparnak az egyik furcsasága volt az elmúlt lassan most már másfél évtizedben, hogy a filmes univerzumban még hatalmasabbá érett Marvel franchise, hogyhogy nem termelt ki eddig egy top kategóriás videójátékot sem, úgyhogy ezért is örültünk nagyon annak pár évvel ezelőtt, amikor megtudtuk, hogy a Square Enix és azon belül is a Crystal Dynamics végre fejleszte egy Avengers, vagyis bosszúálló videójátékot. Wow. This is amazing. Bár a játék elején a főmenüben rögtön elkülönül a multiplayer és a single player, erről később majd beszélünk, ugyanis ez egyáltalán nincs így, ez egy picit ilyen hibrid játékmódot eredményezett, hogyha rányomunk a kampányra, akkor természetesen elkezdhetjük a story módot. Bár a játékban az összes bosszúálló felfogható főszereplőnek, azért közülük is kiemelkedik Mrs. Marvel, vagyis Kamala, aki a játék elején még képességek nélkül egy ilyen rajongó kislány, aki ugye ebben az univerzumban, mivel itt tényleg léteznek a bosszúállók hősei, elmegy egy kiállításra, ahol találkozhat hőseivel, de hát természetesen rögtön történik valami, ami szörnyűségekhez vezet, és hát tulajdonképpen a bosszúállók egy picit hasonló helyzetbe kerülnek, mint mondjuk a filmekben, amikor is az emberek elkezdik megkérdőjelezni azt, hogy a bosszúállók azok esetleg többet ártanak, mint használnak az emberiség számára, úgyhogy hőseink szétszélednek, és önmagukat okolják a történtekért. Ugye láthatjuk itt a bevezető képsorok alatt, hogy Amerika kapitány például feltehetően halott és eltűnt, a többiek ki tudja, hol vannak, úgyhogy nem túl jó a helyzet, de abban a városban, ahol történt ez a hatalmas robbanás, ott rengeteg inhuman lesz, ami ugye azt jelenti, hogy képességet kapnak átokos emberek, és ezáltal hatalmas káosz tör ki, és ez az AIM vállalat, ami átveszi az irányítást, ugye azok után, hogy a bosszúállók a nyilvánosság számára ugye leszerepeltek, ez a vállalat elkezd foglalkozni lényegében azzal, hogy ezeket a képességekkel bíró új embereket így begyűjti, és hát a hivatalos nyilatkozat szerint ők megpróbálják őket meggyógyítani, vagy valamilyen megoldást találni, de hát természetesen más dolgok motiválják őket a háttérben. She's one of them. Don't let her touch you. A játék főgonosza Modok lesz, aki egy ilyen szuperintelligens és egyéb ilyen pszichés befolyásoló képességekkel bíró lény, akinek egyfajta ered történetként fogható fel ez a játék, tehát nyilván a képregényekben ez egy picit másképp volt, de az kiderül a történet során, hogy ez sem ennyire egyszerű, tehát vannak olyan dolgok, amikről ő sem tudott. Egyébként ez a része még egész a játéknak, hogy itt nem arról van szó, hogy most itt van egy ilyen tipikus gonosz főellenség, aki mindenről tehet, hanem azért valamilyen szín
szinten az ő története is árnyaltabb egy kicsit. A történet egyébként semmi extra, tehát vannak benne néha iszletosan banális dolgok, illetve hát nyilván ilyen hatalmas fordulatokra azért nem kell számítani, de az egyik legjobb része a játéknak egyébként az, amikor bevezeti a visszatérő hősöket, és akkor velük ugye meg kell csinálni ezt a történet részt, és akkor nem lehet más választani. Azok általában nagyon hangulatos részek, ahogy itt ők felbukkannak. Itt a játék egyébként érdekesen oldja meg, hogy van egy karakterenként megosztott ugye ilyen level szint, illetve ezenként van egy power szint. A power szintet azt a különböző nálunk lévő tárgyaknak az ereje adja meg. Ezt a két dolgot ezt egymástól függetlenül kell fejleszteni. Ez a rész egyébként az a rendszer egész jó a játéknak, jók a képességek, legtöbbször át vannak gondolva. A játék harcrendszerének vannak pozitív és negatív részei is. A képességek használata az valamilyen szinten pozitív, egyéni képességek vannak, ezek kellően eltérnek. Van, aki ugye tud repülni, ugye Thor vagy vasember, a többiek nem, de mondjuk Hulk ugye nagyot tud helyette ugrani, vagy Kamalának kinyúlnak a végtagjai, és akkor így fel tudja magát húzni helyekre. Van egy ilyen energiasáv, ugye, ami az életerő alatt látható, és az is nagyon jól meg van csinálva, hogy ez mindenkinek másképp működik. Hulknál mondjuk úgy lehet ezt feltölteni, ugye, hogy törünk, zúzunk, és akkor egy ilyen récsként ugye tudjuk használni, vagy például a fekete özvegynél, hogyha folyamatosan kitérünk a támadások erről, akkor feltöltődik, és akkor utána jobban tudunk sebezni. De például ugye a vasembernél ez magától feltöltődik, és ott teljesen más energiáról beszélünk, és ugye ott akkor fogy, hogyha használjuk különböző tenyérünkbe épített lövedékeket. Illetve próbálták még a különböző perrit, vagyis az ilyen hárításokat, kitéréseket is egyénévé csinálni. Ezek a dolgok, ezek egyébként jó, ki vannak tanálva, de a perri része az egyik legrosszabb a játéknak egyébként. Azok után, hogy itt volt nekünk mondjuk egy Sekiro, vagy itt volt nekünk egy Ghost of Tsushima, ahol egyszerűen fantasztikus volt az tényleg, hogy mennyire tudtuk uralni a mozdulatainkat. Na hát ezek után itt még a játéknak a 20. órájában is néha egy sima robotnál is nehéz volt megítélni azt, hogy mikor nyomjam a perrit. Kitalálhatatlan, hogyha egy ilyen hatalmas harcba vagyunk. Ezzel csak az a probléma, hogy ez sok esetben, főleg a játék másik felében, ez viszont meg van követelve. Például Fekete Özvegyel, aki ugye nem olyan erős értelemszerűen, mint a Hulk vagy a Thor, ami rendben is van, mert ő egy más típusú hős. Neki nagyon sokszor kell kitérni, és hát azért van egy-két olyan ellenfél, amik nitek emberen a talpán, hogy érezd azt, hogy mikor jönnek ki a lövedékek, hogy kikerül őket. Szóval ez a része sajnos egy picit amatőr a játéknak. Van még egy hatalmas probléma a játékban, ez pedig a pályáknak az újrafelhasználása. Hát jobb esetben ilyen dolgokkal nem nagyon szoktunk találkozni mostanában, de valószínűleg ez is abból fakad, hogy ugye a játék az a multiplayer pályákat is beépítette a single player kampányba, és akkor ezeket újrafelhasználni jobbról-balról. Nem azt mondom, persze van egy-két jobb helyszín a sztoriban, ahol nem ismétlődik, ahol valami különleges helyen vagyunk, de a kitöltő misszióknál nagyon sokszor tényleg bemegyünk egy folyosóra, és rögtön érezzük, hogy itt már jártunk, csak lehet, hogy nem balról jöttünk akkor, hanem jobbról. Ugyanezek a puzzle-ök is vannak benne, amikor én kapcsolókat kell megnyomni, és akkor már rég tudjuk, amikor tizedszer látjuk, hogy ugyanott van. És ez leginkább igaz a multiplayer pályákra, tehát borzalmasan sokszor van az, hogy egy küldetésnek más a neve, de oda megyünk, és ugyanott vagyunk az előbb, legyen az az Antarktiszon, vagy a sivatagba, teljesen mindegy. Szóval ezen területen nagyon negatív a tapasztalatom. Ettől függetlenül a grafikának vannak jó és rossz részei is. Sok szempontból láttunk már jobbat, de a karaktereknek a mozgás fázisai és az átvezetők is jól néznek ki. És ha már ennyit emlegettük a multit, akkor nézzünk is kicsit bele. Szóval itt is vagyunk a multiplayerben a Gergővel, akivel találkoztatok már a Marvel Ultimate Alliance játéknak a tesztelésénél, ugye? Tehát eléggé szereti a képregény témája a játékokat, meg szuperhősös dolgokat, úgyhogy abszolút szakértőként van velünk jelen. És hát először azt emelném ki, hogy ebben a játékban a multiplayer az egy ilyen fura hibrid tulajdonképpen, mert most igazából a single player-en belül vagyunk, de hogyha rámegyünk ugye a helikerjére, nem ugye a fő bázisunk a játékban, a térképre, akkor láthatjuk ugye a rengeteg küldetést, amit elérünk, és itt ugye meg tudjuk nézni azt, hogyha kiválasztjuk valamelyik helyszínt, és jobban belemegyünk, hogy melyik küldetés számít multiplayernek vagy single playernek. Ez egyik furcsaság ebben a játékban, a multiplayerben, hogy itt változnak folyamatosan a küldetések, ami egy ideig érthető, mert mondjuk a Destiny-ben is volt olyan, hogy voltak daily missionök, meg ilyenek, de itt össze-vissza van, tehát néha nem értjük, hogy megcsinunk egy küldetést, kijövünk ide a térképre, és már nincs ott. Én lettem volna a legboldogabb, hogyha itt leraknak elénk egy olyan játékot, amivel tényleg öröm játszani mind egyedül, mind a csapatban.
de sajnos nem igazán érzem, hogy ez sikerült volna, és leginkább a multiplayer része az, ami a leggyengébb a játéknak. Majd azt mondják a húknak, hogy hú, nyugi, most ülj be az űrhajóba, és akkor várunk még egy órát, amíg oda megyünk repülővel, és akkor utána majd akkor smash, nem? Tehát hogy ez is egy ilyen hülyeség, hogy miért ott a hú, szegény így ott a helyén. Tehát, hogy, és tele van ilyennel a játék, tehát hogy olyan, mintha olyan emberek csinálták volna, akik nem jól olvasták a képregényeket, vagy én nem tudom. Egyébként a mozgások azok egész jók, meg ugye, hogyha multiplayerről beszélünk, akkor néha el tudjuk csalogatni, de ez nagyon ritkán jön elő, hogy van, amikor ezek az ilyen takedown-ok, amiket, hogyha egyszer nyomunk le, akkor néha bead ilyen közös ilyen befejezéseket, és akkor azok nagyon jól néznek ki. Sajnos a generáció végén megjelenik egy olyan játék, aminek az irányítása az tényleg olyan, hogy egyszerűen az animációkat nem tudod megszakítani, és egyszerűen emiatt sokszor ki tudnak ütni az ellenfelek, mert tényleg nem tudod azt megcsinálni, hogy látod azt te, mint játékos, hogy itt probléma van, és el akarsz ugrani az ütés elől, de a Hulk ezt már nem fogja föl, hiába nyomod le nekem. Mindegyik ellenfélnek, akár közelharci, akár távolsági támadásról van szó, van egy jele, hogy ő támadni fog, ugye ez felvillan valamilyen színnel, ami azt jelzi, hogy az védhetetlen, védhető, perészhető, milyen a támadás. Viszont mindegyik karakternek utána, hogy mennyi ideig tart az animáció, az mindegyiknek más is. Ez is rendben lenne, csak tényleg az, hogy a jelölés az mindig az a támadás indításakor van, és mondjuk van olyan ellenfél, akinek a támadása az mondjuk 3-4 másodpercig is eltart. Ezek után az, hogy akkor tényleg azt megjegyezni, hogy meg látni azt, hogy akkor a jelzés után mikor támad, ez sokszor nagyon bosszantó, mert az ember a jelre reagál. Mi a véleményed, így mondhatjuk, hogy képegen rajongóként a felhozatalról. A maga az, hogy az ellenség felhozatal milyen, az tényleg eléggé szomorú. Főleg az, hogy a játékban van egy ilyen kóde, ezt ahol meg tudod nézni azt, hogy bizonyos ellenségtípusokból mennyi van. És van az úgynevezett bosses, tehát a fő ellenségek, akik rendes, megnevezett a Marvel gonosztevő. Na ebből a játék írja, hogy összesen 6 darab van. Nagyon minimális spoilert engedjetek meg, hogy van egy olyan pálya, amikor a Heli karrieren kell küzdeni, és Thorral vagyunk, és akkor ilyen erőtér mögött rejtőző, ilyen nagy sárga pókrobotokat kell ugye legyőzni, mert ugye ezret legyőztünk már a játékban addig is. És miután legyőzünk 4-et, utána az egyik fő ellenség, aki ugye rádión keresztül irányítja ezeket a robotokat, azt mondja a hőségnek, hogy haha, legyőztétek a robotokat, de van még egy trükk a tarsajomba, és ez egy 5. ugyanolyan sárga pókrobot. Nagyon elszomorít az, hogy tényleg, hogy ez lett a végeredmény. Tehát, hogy én nagyon szerettem volna, hogyha Batman után, meg Pókember után, amik tényleg fantasztikus játékok voltak, ugye az Arkham játékok, meg a 2 évvel ezelőtti Pókember játék, hogyha kapunk egy hasonló szintű Avengers játékot, én tényleg madarat lehetett volna fogadni velem, de ezek után ez hatalmas csalódás, amit végül kaptunk, és ami lett a játékból.